Valahogy az elvárásaink is olyanok lettek, amit a partnertől keresünk, legalábbis a belépő elvárások, hány centi magas, milyen horoszkópja van, és hasonlók, amik alapvetően azt gondolom, hogy egy hosszú távú kapcsolatban nem biztos, lehet, hogy lényegesek. Lehet, hogy pont az online társkeresés adottságait használják ki így az emberek, és ez kicsit deformálja már így az elképzeléseket, hogy milyen is az ideális pár. De ugye régen, amikor tényleg az volt, hogy a villamos megállóba kellett összetalálkozni, vagy az iskolában mellé ültették a jövendőbelimet a padba, akkor az, abból építkeztem, ami van. De úgy, hogy kinyílt a világ, és elkezdhetek keresni, és tényleg miért ne találhatnék valakit Győrben, vagy Sopronban, vagy éppen Szegeden, onnantól kezdve valahogy elkezdem szűrni azt a sok ezer embert, aki rendelkezésre áll, és akkor itt jönnek be ezek a paraméterek, de ez egyáltalán nem biztos, hogy jó, hanem meg nem is tudom, hogy biztos vagyok-e a saját paramétereimben, tehát hogy így most megkérdeznék, hogy ki az ideális, ezt nem nagyon nehéz leírni egyébként itt számokkal végképp, de mondjuk még... Ó, ezt nagyon szokták tudni, hogy ki az ideális számukra, de olyan magas lécet állítanak föl, amit szinte lehetetlen megugrani. És ilyenkor mindig érdemes elgondolkozni azon, hogy miért teszi ilyen magasra? Intimitástól való félelemből? Mert tök jól el lehet mondani, hogyha én félek az intimitástól belemenni tudattalanul, tehát ez sose tudatos, tudattalanul félek attól, hogy közel engedjek valakit, akkor ide felrakom a lécet. Senki nem fogja megütni. Változott ez komolyan az elmúlt 20 évben? Tehát mások lettek a... Nem, a preferenciák? Tehát 20 évvel a preferenciák ugyanígy, lehet. Ugyanígy álltunk hozzá a párkereséshez? Ugyanennyire fontos volt, hogy hány centi, hogy milyen jegybe születik? Vagy pont azért, mert azt tudom mondani, hogy mondjuk 20, de lehet, hogy most vegyünk egy nagyobb számot, 30 évvel ezelőtt ugye azért nem volt online társkeresés, sokkal nyitottabbak voltunk a bejövő impulzusokra, és azt mondtuk, hogy igen, teszek egy próbát. Igen, lehet, hogy egy fél fejjel kisebb nálam, vagy csak 2 centivel magasabb, de nézzük meg. És most pedig már sokkal elutasítóbbak vagyunk, és sokkal jobban meghúzzuk a határokat? Lehet, hogy a bőség zavarától igen. Tehát lehet, hogy ebbe igazad van, hogy nem megy oda a villamos megállóba a centivel lemérni, hogy hány centi magas az illető, ha szimpatikus. Meg még oda lehetett menni a villamos megállóba, azt nézve, azt ne felejtsük el. Igen, hogy, az nem, nem az volt furcsa. Ez egy ilyen... ez most szerintem nem létezik. Hát igen, ez most már sokkal ritkább, és talán nem is veszi magát jól ki, hogyha valaki oda jön hozzám, mert mit akar, pénzt akar kérni, nem tudom. Tehát el akarja venni a telefonomat, vagy... Igen. Igen, tehát nem mindenki újja a telefonját, tehát nem jöhet létre szemkontaktus például. Igen, ez biztos, hogy egyébként zombiként közlekedünk a városban, és mindenki így lefelé nézi a telefonját.